Március 5-én parlamenti választásokat tartanak Szlovákiában, s minden egyes szavazata jövőről szól. A Sule gimnázium diákjait kérdeztük, részt vesznek-e a választáson. V prvom rade ja určite pôjdem voliť, pretože je to šanca niečo zmeniť. Biztos elmegyek választani, mert ez esélyt ad arra, hogy változzon valami. Kell, hogy a fiatalokat érdekelje a jövőjük. Azt mondom a fiataloknak, menjetek el szavazni, mert panaszkodni, hogy nem tudunk változtatni, eléggé furcsa lenne. Először a jövőre kell gondolni, mit nyújthatnak nekünk a politikai pártok, milyen előnyöket, amelyekkel élhetünk, munka, tanulás. Nejaké výhody, ktoré z toho vieme vyťažiť ako mladí, či už štúdium, alebo prácu. Získavam informácie hlavne zo štúdia na gymnázium. Az információk zömét a gimnáziumi tanulmányaiból szerzem, emellett figyelem az egyes politikai pártokat, a beszélgetéseket, fórumokat, találkozókat, és ezek alapján alakítom ki a véleményem. Mňa ako prvovoliča potešilo to, že som sa dostal do volebnej komisie. Első választóként bejutottam egy választási bizottságba, és elnöknek választottak meg. Első ízben történt ez, és kissé megijedtem, hiszen felelősségteljes tisztség ez, és nekem még nincsenek tapasztalataim fontos funkciókkal, de örülök, hiszen kihívásról van szó, és bizonyítani szeretném, hogy képes vagyok rá. Biztosan elmegyek szavazni, de még nem döntöttem el kire. Tanácskozok a szüleimmel, az osztálytársokkal, hiszen nem vagyok jártos a politikában. Meglátjuk. Még nem tudom, de vélhetően igen. Csak felszínesen érdekel a politika. Tanácskozni fogok a szülőkkel, de beszélgetünk róla az iskolában is, a tanítási órán és a szemináriumon. Elmegyek választani, mert érdekel az ország és a fiatal nemzedék sorsa. Tudom, hogy melyik pártra szavazok, majd magam hoztam meg a döntést. Megnéztem a választási programokat, és kiválasztottam a számomra megfelelőt, amelyik jobbá tudja tenni a gazdaságot, mert van mit javítani, hiszen ezen múlik a mi és a szüleink jövője, illetve a gyermekeink és unokáink jövője. A naši generácia, a naši deti a moji unokov budúcich. Az iskolában, családi körben, de természetesen a barátokkal is gyakran foglalkoztunk a témával. Mezi priateľmi sme sa tiež o tom rozprávali.